Na hello, sziasztok, névtelen vagyok, és már jó régóta gyűjtögetem itt a mindenféle jutalmakat, mert annyi összegyűlt így hirtelen egyszerre, hogy gondoltam, hogy akkor már legyen meg az egész csomag, és az egész Worlds Event alatt, aminek már a legelején vettem belépőt, gyűjtögettem szépen a tokeneket, a orbokat, kapszulákat, úgyhogy ja, a saját shopból egyébként a Worldbreaker, azaz meg a Project Faint azt ki is vettem, mert úgy gondoltam, hogy megéri, és a szülinapi jutalmakat is mind meghagytam, összes ládát, amit azóta szereztem, mondom Twitch kapszula, ez is két Twitch tojás, összegyűlt 10 gemstone is, szépen elköltjük a Worlds tokeneket is. Összegyűlt 2362, pedig olyan nagyon sokat nem is játszottam, tehát nem is volt annyira időm. És végre megvehetjük. Ah! Nem. Tényleg nagyon jó skin, de annyira nem jön be a Kiana, és igazából sokkal jobban megérik a gömbök. És utána néztem, hogy most a Worlds tokent vegyek, vagy Worlds gömböt, vagy True Damage-et. Igazából értékben elvileg ugyanott vannak, viszont hogyha véletlenül kiesne ez a jackpot zsák, úgy találtam, hogy a True Damage jackpot az értékesebb számomra, plusz ha olyasmi skin esik, az jobban érdekel, mint a Worlds-os, úgyhogy ja, van 6 Worlds gömb, ami ugye a bevétel, a belépő megvételekor is kaptunk meg egy-két küldér, viszont a maradékért szerintem veszek szépen jó pár True Damage gömböt, ugye nem egyesével kell, de... Illetve, bocsánat, azért gyűjtöttem pontosan ennyit, mert a True Damage Wardot is ki szeretném venni. Most az eseménynél szerencsére annyira hű, de nagyon nem tetszettek ezek, hogy erre költsek pontokat. Se az animált emotok, pedig azért ezeket szoktam csípni. Se a Ward skinek, ez nem annyira jó, ez viszont igen, úgyhogy ezt szépen meg is veszem. És akkor 2200 tokenből meg ugye veszünk 11 True Damage gömböt, ezt most akkor meg fogom tenni. Na, csutkára elköltöttük az összes tokent, és így már tele vagyunk gömbökkel, úgyhogy szépen nyitogassuk ki is őket, aztán majd ha úgy van, akkor rerollolunk, és elmondok majd egy szerintem elég hasznos infót a rerollal kapcsolatban, amit lehet, hogy sokan nem tudnak. Én se tudtam, ezért utána néztem. Kezdjük a csoki orbal, ami azt hiszem csak ilyen alap ikont. Ó, ez aranyos ikon, hát jó, az annyira nem érzik. Azt a Wardot is, azt nem tudtam. Én csípem egyébként a Ward skineket, úgyhogy... Ja, ez meg 4 random skin shard lesz. Izgulok. Ó, ez a Szakács Morgana? Azt hiszem. Az nem rossz. Pool Party Gangplank. Nem is tudtam, hogy van ilyen. Nem rossz. Hát szerintem nincs is meg a két lényse, meg nem is nem játszok vele. Ez a jeges skin nem rossz rá. És egy borzasztó focis ezreal skin. Nem baj. Lesz ez még jobb is. Nyissunk egy sima Hextech chestet, megyünk szépen so... Beszarok! Ja Istenem, nem mintha olyan nagyon sokat akaliznék, de True Damage skinek baromi jól néznek ki. A KDA is, de a True Damage talán még jobban tetszik, kivéve ugye, hogy a KDA kajsza nagyon kéne. És egy sima Hextech chestből kiesik egy izé. Az komoly, meg egy gemstone is. Az erős volt egy sima Hextech lázában. Nyissuk egyesével, hogy lássuk szépen, hogy mit ad Braum. Jön, szuper. Azt szerintem már meg is van, de nem érdekes. Akadém Vladimir. Mármint, hogy emo teenager Vladimir. Hopp, egy picit bevágolódik a téma. De muskétás twisted fate nem olyan jó. De legalább rerollolható. Leona, mint hős. Ó, Forsaken Jace, ez egy nagyon jó skin. Sajnos megvan, de hát ebben van. Iron Scale Sivana, ez is megvan, de semmi baj. És nincs pulcsunk, de hát forzsolunk akkor. Ötöt. Mystery Emote. Na lássuk. Lássuk, milyen mókás hangulatjelet kapunk. Ki ez? Mi ez? Valami fogyatékos öreg Ryze? Ja, az valószínűleg Ryze volt, vagy én nem tudom. Ez annyira nem tetszett. Szülőnapos az jó. Ez jó pofa. Maradhat. Rázos, ezt biztos nem fogom berakni. És végre lehet, hogy lesz az első Rune Spiriten kívül még egy kis legendám. Ez a... Igen. Nem is emlékeztem a tojásnyitásra. Oszta! Ez nagyon király. Nem is tudom pontosan mik vannak, de ez azok között volt, amikre azt mondtam, hogy na jó, ha nyitok egy izét, akkor remélem, hogy lesz benne egy ilyen. Nyilván egy csillagos, azt hiszem többször ki kell őket nyitni, hogy ő meglegyen. Egy ilyen kis nyomi pingvin, ez is jó, de ez a kis róka az még menőbb,
Na nézzünk egy mustárvörök chestet, ami én úgy vagyok vele, hogy szerintem nem éri meg ilyen egy darab gemstone-okból kivenni ezeket. Értem, hogy nem tetszik a Hextech skin, de lehet később valami más jutalom is a boltba berakva gemstone-ért, vagy lehet egyszer kijön egy olyan skin, ami megtetszik, és Hextech, és nagyon jó. És annál azért értékesebb, hogy csak úgy kidobáljuk szerintem Masterwork chestre. Mindig valami emótot vagy varskin tartalmaz. Fanatic Janna, hát én azért jobban jártam, de nem érdekes. Ez meg a random legendary skin, hogyha az Ice Toboggan Corki lesz, akkor beszarok. Egyrészt itt van, azt hiszem, a skinek között, másrészt a csoportban mindenki panaszkodott, hogy miért azt a... Jó, ez biztos, hogy nem véletlen. Tehát a csoportba kb. Mindenki írta, hogy nevetségesen sokan kapták ezt az Ice Toboggan Corgit, és borzasztóan rossz. Szerintem a Corki is, mint hős, de mindegy. Random skin shard, ez már nem is tudom, miből van, ez szerintem küldérjárt. Secret Agent Jin Zhao. Remek. Hát akkor haladjunk tovább sorba. Jöhetnek a True Damage gömbök. Szépen egyesével. Megboszorkányozó Morgan. Várjunk, ez a vadi új, ja, nem, mert Legacy. Csak most is ilyen bewitchingnek jöttek ugye Halloween miatt, azt hittem, hogy ez is ilyen új. Ez király. Mostában arra megkaptam párszor a Galiót, és nagyon tetszett vele a gameplay, ugye a teamfightolás, csak nem tudom, mennyire örülnék meg vele a lénelés közben. De amúgy ez nagyon, ez azt hiszem az a ilyen ördögös Galió. Nagyon menő. Ez is zsír. Várj, ez most nem tudom melyik pontosan. Az, aminek ilyen lilák az effektjei. Winter Wonder Soraka. Szeretem a karácsonyi skineket, csak Sorakát nem. Highland Trindamere, jó, oké, legalább van mit lerollolni. Hainundarius, ez viszont most tényleg az új skin, nem? Hainundarius jött ki, meg Hakarim, azt hiszem. Ez mondjuk király, arra csak a Vold King volt, meg azt hiszem. Jackpot Jack! Meg még egy Hainundarius. Hopp, nem, nyissuk most meg ki a gömböket, de arra nagyon kíváncsi vagyok. Még nagy lészínes, meg nem tetszik ez a skin se. Ez azt hiszem még meg is van. A Shallow Blanc skin nem jön be annyira. Little Night Amumu, ez jó pofa. Megörülök. És végül Mecha Rengar. Mondjuk legalább a skin az nagyon jó. Nézzük, azt mondja, hogy két rand... basszus, a Wurzos volt a jobb, izé. Egy 975-ös, meg egy 1350-es vagy nagyobb. A Wurzosban volt, azt hiszem, hogy négyféle skin, én azt akartam. Na mindegy. Jó. Mindegy, az új papírra már biztos jó ez. Ez nagyon zsír skin. Nem sokat kasszadinozok. Ja, és ez permanent. Mindegy, akkor most már megvan. Ez meg set 2-es tojás, ugye? Azt hiszem, ez már az újból. Úgy rémlik. Jaj, de aranyos. Hogy néz ez ki? Kettő is volt benne. Very nice. Ja, nem, ez a Twitch Prime-os. Nem, azért ilyen más. Most már kettő is járt. Azt hiszem összesen kettőt lehetett. Neked ott claimáltam. Ez is de jó. Nagyon jók ezek a Little Legendek, vagy hát vagy csak a jókat kaptam, vagy csak mindegyik tetszett. Ez meg már 624 éve folyamatosan kaptam a Twitch Prime-ért ugyanúgy ezeket a kapszalkat. Ez most a negyedik. Ezt akkor már szintén megtartottam. Ez a legutolsó, elvileg a legértékesebb. Egy Dragon Slayer Pantheon, az jó, az jó. Iszonyat király ez a skin, és legalább Pike-kal szeretek játszani, csak Elena nem. Ennek mondjuk örülök, ezt szerintem be fogom aktiválni, ez biztos. Hype Pengu, azt szerintem már három színben megvan, basszus. Aha, Hype Pengu lila, piros, és hol a narancsárga. Nekem az is kell. Ó, még itt is vannak menő varszkinek, ezt például tuti beaktiválom, ez király. Arcade-es. Na, és akkor nézzük a Words gömböket. Na, ezt nem is láttam még ezt a skint Namira. Nagyon csípem amúgy a Namit. Olyanokat lehet vele outplayelni. Azt mondjuk megnézzük. Explorer Ezreal. Ez azon skinek egyike, amin kiszoktam akadni, hogy az Ezreal egy Explorer. Miért csinálunk neki Explorer skint? Tehát, hogy még a Recolor is, tehát még a kék Blitzcrank is érdekesebb, mint a sárga robot Blitzcrank, ugye a Rusty. Tehát, hogy meg a Recon Teemo. Felfedező Teemo, cserk. Hát alapból az, könyörgöm. Projektor Show, annyi skinem van már szóra, csak Nightbringer is megvan, azt hiszem meg a Blood Moon is talán. Legalábbis itt a izébe. Sonoran Kogmo. Ez a Legacy, ez ilyen nagyon régi, ami még kb. Recolor volt, ilyen ugyanaz, csak piros. Minden Kogmót, azt csípem. Skarner. Ez annyira hányadék ez a skin. A hős is. Nem tetszik, de szerintem annyira rosszak ezek a Battlecast-ok. Konkrétan Velkozra meg se vettem még a Battlecast, tehát annyira nem tetszik. Márkás Vladimir, nagyon jó. És akkor megveszek az két skin, az már megvan. Két kromát is megveszem a Honor Tokenből. Mert ezek, ja, de mondjuk nem fognak lejárni. Mindegy, de lehet, hogy kés. Úristen, azt hittem csak ikon, és nem kapom meg a kromát. Jó.
Oké. Csak az az, amit így külön ír. Jó. Oké. Jó, rendben. És hát én szerintem alapból a nyitogatás az ennyi. Mert a Hextech Puppy megvan, a Soul Stealer Vane-nél sokkal jobb szerintem a projekt, amit ugye kinyitottam. Ez nem annyira tetszik. Alistar nagyon jó, de nem játszok vele. Ramos is kell, de nem játszok vele. Csogattal se nagyon, de az még tetszik. Hecarimra kb. Az összes skin megvan, nagyon nem, de egy csomó, és azok mind jobban tetszenek. Amumu még nem rossz. Mazahara nagyon jó, de nem játszom vele, Renekton-ra se. A Kogbon gondolkoztam, azt elég sokszor van kedvem játszani, az csípem. Lehet, hogy egyszer ezt a Vardskint is kiveszem, és a Kogmót. Ennyihez szerintem jobb a szülőnapi, de az is lehet, hogy azt kiveszik, de akkor már inkább Kogmó. Na, törjük be, nem upgrade... Vagy nincs meg? Ja, de nincs is annyi sárban. Akkor Leonát törjük csak be. Ez most nem érdekes. És akkor az van a rerollal kapcsolatban, hogy ki van matekozva, most nem tudom a hullapontos számokat, de hogy 975 RP-s skin a határ. Ott még azt hiszem olyan 60% esélyed van arra, hogy jobb skineket kapjál, viszont nagyobb esély arra, hogy annál rosszabbakat. Egyszerűen a skinek darabszáma miatt, hogy melyik tírben, melyik ritkaságban mennyi van. Az alatt, tehát 975 alatt, meg hogyha nem kell, akkor rerollolni éri meg, mert teljesen random a reroll. Tehát, hogyha egy 5-20-os, 3-5-20-ost rerollolsz, abból még mindig kapasz legendaryt, meg ultimate-et, és annyira sok a fölötte lévő, hogy azzal abból mindenképpen csak jobbat kaphatsz. Viszont 1350-nél, meg 1820-nál, nem tudom pontosan, ott viszont már annyival kevesebb az a fölötti, hogy annál csak rosszabbat kapsz nagy eséllyel, és azokat nem éri meg. Ez egyáltalán nem úgy működik, hogy 3 legendaryvel nagyobb eséllyel kapsz legendaryt, hanem teljesen random a reroll, és egyszerűen az érték számít, és 975-től fölfelé betörni éri meg, tehát disenchantolni ilyen narancsárga eszenciáért, 975-től lefelé rerollolni, tehát újra pörgetni érdemes, 975-öt meg mégis te eldöntheted, az Ace of Spades ezért, na jó, ezt talán nem, de ezt biztos rerolloljuk, a Explorer ezért, az hol van? Hol van az a fajatékos? Itt van, meg mondjuk egy hát Gangster Twitch, nem is tudom. Gothic Orianna az király, annak ellenére, hogy 5-20-as. Ez nem zavar, hogy 7-50-es, de nem olyan rossz az Ace of Spades Ezreal. Hitler Linsky, nem, hát ha megjön hozzá egyszer a kedvem. I don't know, nem mondom, hogy ezt az egész tömeget itt rerollolni fogom. Fanatic Jenna, hát, focis, de... Jó, ez meg már úgyis megvan, úgyhogy akkor ezt rerolloljuk szépen. 7-50-es, simán belefér. Teljesen random. Na lássuk. Narancsárga, Maszkabál Evelyn, zseniális. Nem jó a skin, de legalább nem is játszok vele. Zombi Nunu is vélem. Zombi brand az már megvan, azért rerollolni nem fogom. Főbben megéri betörni. Nem mondom, hogy most az egész izért tényleg most fogom átgondolni, mit rerollok, de egy párat, ami biztos nem kell, azt szerintem igen. Vicces ez a régi skin, de vagy a karácsonyival, vagy a hextekkel megyek úgyis, vagy hát megveszem a hexteket. Én ezt rerollolom, van egy ilyen érzésem. Chinja Aura szerintem nincs skinem, mert ő ez az ügynökös. Ragged Garen, hát ez nem van nagy szám. És a Pool Party Leonos sem nagyon Lee szint inkább. Mennyi 975-ös? Hát bevállaljuk, ez 520-as, 750-es, legyen! Legyen. Én azt mondom, ez még belefér. Ó, nem rossz. Mondjuk az új Pantheonnak ebben minden skinje jól néz ki. Zsír. Project Yasuo, Project Ash, Project Yi megvan, Project Lucian megvan, Project Pike megvan, nagyon sok Project Vayne. Mistletoe, LeBlanc nem kell, Midnight Ari nem kell. Jó, most ránéztem gyorsára a Vladimir skinre, ez se kell. Márkás reroll. Midnight az 975-ös? Mindegy, annál biztos nem több. Kuka. Ah. Mondjuk ez jó. Csak a Malphite egy retek. De amúgy a skin az jó. Highland Trindamere, no way. Ice Toboggan Corkiból azt hiszem már kettő is. Egyszer már megkaptam, azt tudom, szóval az owned. Jó, hogy random legendary skin, ez be van aktiválva? Mi ez permanent volt, amit most megkaptam a izéből? Na jó, mindegy, úgy vicces. Ha nekem nem kellett pontot költeni érte, akkor úgy funny, úgy maradhat. Commando Jinja, azon is elgondolkozom, mert undorító a hányadék. Na jó, igazából megvan a Debonair Ezreal is, meg a Pulsefire is, és mind a kettő jobban tetszik. Szóval lerololjunk még egyet. Most srácok, tudom egyébként, hogy izgi lenne ezt az egész izét elpörgetni. Én úgy vagyok vele, tehát azért nem csinálom, mert nekem ez... Tehát, hogy ha már ilyen belépőket veszek, meg költögettem rá, akkor oké, hogy most úgymond nem kell. De hogy lehet, hogy de most is a Heimert mostában szerettem meg nagyon. Ha most itt lenne három Heimer skin, amit betört, vagy... Igen, betörtem volna, de most meg tökre kéne, humorcos lennék, és mindig az újabbak, vagy régebbiek újra kipróbálása vagy jönnek az új hősök. A Blood Moon skinek egyszer nagyon jók, tehát egyszer úgy döntök, hogy azt hozok, tökre örülök, hogy a Blood Moon meg a Project is meg lesz hozzá, mert baromi jó skin. És azért nagyon rosszakat, azt már mind
elpörgettem, ami biztos, hogy nem kell, de ezek azért szerintem tök jó kinek, Mecha skinek is jó, Musketeer nem, Odyssey az X-et kifarmoltam, Project skinek, különlegesek, vagy legalábbis tetszenek, és nem olyanok, amivel tuti, hogy nem játszok, vagy tuti, hogy utálom a skint. Úgyhogy ezeket azért szívesen megtartanám inkább, és hogyha meg valami rám jön, hogy na, akkor ezt most betöröm, akkor például ezek vagy beaktiválnám, mert kell, akkor meg van narancs eszenciám, mert be tudom törni azokat, amik ma így megvannak. Ennyi, tudom, biztos izgi lenne rerollolni, de inkább én megtartanám az értékét, mint hogy random kapjak érte valami 5-20-as skint 3 legendaryért. Akkor is, hogyha a Battlecast Alpha Scarlet nem fogom beaktiválni, mert nem tetszik. Lényegében részemről a nyitogatás ennyi lett volna. Tök jó, hogy már 125 prestige pontom is meglett, de ezek nekem egyszerűen nem igazán kellenek. Az év végén majd lesz ilyen külön shop, csak erre a prestige pontos cuszra. Ott majd szerintem elköltöm, mondjuk két ilyen jackpot zsákra, meg még valamire, egy warskinre, vagy nem tudom, de ez nem kell, nem rosszak egyáltalán, csak nem érezhetem a hősöket, és nem játszok velük, és csak ezért most nem fog 100 pontot rájuk pazarolni. Én úgy érzem, hogy ez egy elég jó nyitás volt, azért tök jókat nyitottunk, ide is került egy jó pár értékes, ha más nem betörni, vagy rerollolni. A rerollok nem voltak annyira jók, azt nem is annyira szeretem. Rá lehet függni, hogy jaj, izgalmas, de nem olyan király talán. Az Ice to Bogan Corkit ezek szerint igen, akkor megkaptam. Cosmic Reaver is király, a Project Pike is, ez is és ez is, ez ami nem tetszik. Tehát amiket permanentben megkaptam, abból a 6-ból igazából egyre tudom azt mondani, hogy nem túl jó. Kettőre mert az Ice to Bogan Corny, de így ingyen tök vicces, szóval így nem para, így nem haragszom. Az emotok is jópofák, a kromákat is ki tudtam venni. Én összességében elégedett vagyok, nem azt mondom, hogy úristen a legszuper királyabb dolog volt. Na de már nagyon elnyújtottam. Köszi szépen a figyelmet. Már nagyon, nagyon be voltam sózva, már nagyon viszketett, hogy kinyissam őket. Sziasztok!